torna, tehát az Magyar Labdarúgó Szövetség is LAN szervezés egyben. Tehát nyilván nem olyan nagy léptékű szervezések elmítani, mint amit volt az első nőmegyelső főiskolakóba során. De hát ez hasonló körülmény, mert meg ugye a tévés közvetítés volt, de hasonló körülményeket szeretnénk biztosítani. De ez mondjuk a medencei, és tehát azért egy LAN tornának meg kell adni a hangulatát. Sac per kb. Ilyen százas nagyságrendben összesen hány sportoló fordul meg egy ilyen nyáron? Hát, hogyha azt nézem, hogy ennek az U15-ös válogatott, ez indult 30 fővel, tehát akkor számoljuk 30 fővel, akkor most ugye itt volt, ott van az U17-es, ott is egy 20 fő, az 50, akkor az U20-as, és itt van, és mondjuk egy 20 fő, az 70, és akkor ugye itt vannak még az edzőpartnerek, tehát mondjuk magyar részről, ja, és hát persze felnőtt még válogatott, akkor 85, és akkor ugye jönnek a külföldi csapatok, akikkel ugye edzőpartnerek. Csak olyan 300-400 biztos megfordul körül egy ilyen. Hát lehet mondani, igen, mert ugye egy tornán négy résztvevő mindenképp van, tehát hogyha 15 fős egy csapat, akkor az 40, 60 fő minimum egy tornán, és ugye most ugye négy tornát szervezünk összesen, ugye női tornával összesen, tehát az 240, plusz ugye az edzőtáborozók, mert ugye ők nagyobb kerettel jönnek, mint 13-15 fő. Egy 300-350 főt azért mondhatunk. Te azért megfordultál nemzetközi vizeken is, hogy így fogalmazok. Nemzetközi szinten milyen szinten van ez a vízlabda a kultúra gyönyörvárosban? Tehát amit tudtok nyújtani? Hát voltak érdekes szervezési tornák, igen. Szerintem mi egy jó színvonalú, megfelelő szervezésű tornát tudunk biztosítani a játékosoknak. Tehát emlékszem arra, amikor mondjuk Szerbiában voltunk, Obrenovácban, és a kinti medencében ekkora csavarok, meg székek voltak bedobálva, és ekkora hajcsomók buszkáltak a vízbe, és abba kellett edzeni, mert azt biztosították a szervezők, tehát ehhez képest nagyon jó.